A második Rákóczi Ferenc Kárpátia Magyar Főiskola minden évben legalább két alkalommal megrendezi a nyílt napét, amely keretében belül a hallgatóknak és a potenciális érdeklődőknek széleskörű információt szeretné jutani a felvételi eljárás, illetve a képzési programok megvalósításával kapcsolatban. Ugye az adott rendezvény február 23-án valósult meg, hagyományos jelleggel, vagyis most a tanszékek inkább általános információval, nem pedig interaktív programokkal készülnek. A második jellegű pályaorientációs és interaktívabb nyílt napunkat április folyamán szeretném megvalósítani, amikor is jóvá lesz hagyva a végleges felvételi eljárás rend az ukrajnai felsőoktatási intézményekbe. Jelenleg a hallgatóknak és az érdeklődőknek arra kell figyelni, hogy bejelentkezzenek a Nemzeti Multidisziplináris Tesztre, amelyre március 14 és április 11 között lesz lehetőség. Idén 4 tárgyból fog összetevődni az adott megmérettetés, 3 kötelező tárgy az ukrán nyelv, illetve a matematika, továbbá ukrán története, és a 4. tárgy választható lesz, ukrán irodalom, földrajz, biológia, kémia, fizika, csomagból. Minden szakra kötelező lesz a multiteszt eredménye, viszont a választható tárgy bármely szaknál bármely lehet, tehát felvételi szempontjából a 4. tárgynak a maga a léte, az kötelező, viszont hogy melyik, az nem elsődleges szempont. És mindenkit szeretettel várva a következő nyílt napunkra, amely kapcsolatos információt várják a honlapon, illetve a közösségi média felületeken.